A Szepsi Református Egyházközség által működtetett intézményben szeretetteljes légkörben biztosított a gyermekek harmonikus fejlődése. A szakszerű gondoskodás mellett fejlesztő játékok, népi mondókák, énekek és gyermekversek várják a legkisebbeket. Október 1-től változások történtek a Kiscsillag bölcsődében, a havi díjat csökkentették 330 euróra, amelyből a szülő 280 euró állami támogatást lehívhat, így csak 50 euró szülői hozzájárulás szükséges a havi díj fedezéséhez. Továbbra is várjuk az 1 és 3 éves korú gyermekeket. A beszéd és mozgáskultúra fejlesztésére összpontosítunk a legújabb irányzatok útján, valamint segítünk kialakítani az alapvető higiénia és étkezési szokásokat. Szepsiben évek óta nincsen könyvesbolt, ezért nagy az igény a minőségi, magyar gyermekkönyvek iránt. Ezért is szerveztek az intézményben első alkalommal könyvvásárt. Bölcsődénk fenntartója a Szepsi Református Egyházközség, amely minden éven megrendezi a Szepsi Lackó Máté gyülekezeti napokat. Mi is szerettünk volna ebben részt venni. Készültünk is egy programsorozattal, azonban a vírusjárvány miatt nem tudtuk a programokat megvalósítani, de a gyerekkönyvvására megérkeztek a gyerekkönyvek, így a bölcsődénkbe járó gyermekek szülei tudnak vásárolni gyermekkönyveket, de azon könyvek, amelyek nem találnak gazdára, azokat online meg lehet vásárolni, föltesszük majd a Kiscsillag bölcsőde oldalára, és lehet rájuk jelentkezni. Mivel nagy kellettje van ezeknek a gyermekkönyveknek, biztos, hogy az éven lesz még egy ilyen gyermekkönyvásárunk, és reméljük, hogy az már nyilvános lesz. A város egyetlen bölcsődéje továbbra is szeretettel vár felekezeti, nemzetiségi és nyelvi hovatartozás nélkül minden 1-től 3 éves korú gyermeket.